Köszöntöm Önöket! A Pécs TV híradóját látják. Főbb híreink néhány mondatban. Összefogás az állatokért, számos adományt és pénzbeli felajánlást kapott a pécsi állatkert. Ebédet főz és szállít a máltai szeretetszolgálat. Naponta csaknem 50 családnak visznek meleg ételt a segítők. Silence of Pécs, a város időtlen, embertől független szépségét mutatja be a pécsi fotográfus fekete-fehér kisfilmje. Rövid idő alatt több millió forintnyi támogatást kapott a pécsi állatkert. A cégektől, vállalkozóktól és politikusoktól érkezett adományok mellett sok magánszemély is támogatta az intézményt. Mint arról korábban már beszámoltunk, a Mecseki Zoo látogatók nélkül elesik minden bevételétől, így a jelenlegi vészhelyzet idején komoly támogatásra szorul. Az állatkert igazgatója elmondta, több mint 3,5 millió forint értékű felajánlás érkezett ezidáig magánszemélyektől, ez hozzávetőlegesen május végéig elegendő lesz az állatkert működtetésére. Ez egy hatalmas nagy segítség, most egy picikét fel tudunk lélegezni a következő napokban talán, és elmondhatjuk azt, hogy az állatkertnek a működése, takarmányozása az most egy kicsikét megint csak kitolódhatott. A segítő szándékúak az adományok mellett örökbefogadással is támogathatják az állatkertet. Az elmúlt évben számos állatnak lett tiszteletbeli gazdája, jelenleg csaknem 300 örökbefogadót tart nyilván a Mecseki Zoo. Ilyenkor egy különböző állatot lehet névlegesen örökbefogadni, erről mi kiállítunk egy oklevelet, és az örökbefogadás mellett adományozott pénz pedig fedezi az állatkerti állatoknak a takarmányozását is. Az adományozásról, az örökbefogadásról részletes információ az állatkert honlapján található. Rizottót készít a szakács, a mai ebéd fogásait is kora reggel kezdték főzni, hogy időben elkészüljön minden, majd a csomagolást követően délidőre házhoz is szállítják. Nem egy étterembe beérkezett rendelés elkészítését látjuk, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli régiójának szociális konyhájában rászorulóknak készül a meleg étel. Pécsett is sok intézményünk van, aminek a működését át kellett szerveznünk, részben vagy fel kellett függeszteni, vagy teljesen átalakítani azért, hogy a kontaktok számát csökkentsük. És a munkatársaink, akik felszabadultak a munka alól, őket megpróbáltuk átszervezni úgy, hogy elsősorban a házhoz menő segítségnyújtásban vegyék ki a részüket. A máltás munkatársak egyebek mellett a Csillagondviselés házának konyháján elkészített meleg ételeket szállítják házhoz. Elsősorban a Pécs keleti város részében élőknek juttatják el a főtt ételt, de a belvárosból is érkezett igény a napi meleg ételekre. Hogy segítünk ugyanúgy, mint ahogy általában más szervezetek is a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, hasonlóban az időseknek, akik ezt nem tudják megtenni, vagy félnek, vagy korlátozottak a lehetőségeik. Általában hetente 1-2-3 alkalommal szervezzük meg azt, hogy több családnak, vagy több háztartásnak az igényeit összeírjuk. Ezeket megszervezzük, bevásárolunk, elvisszük nekik. Az idősek közül többen szívesen fogadják a segítő telefonos hívásokat is, hogy magányukat enyhítve megbeszélhessék kétségeiket. A járvány magyarországi megjelenésekor a máltások felmérték a segítségnyújtás iránti igényeket. Jelenleg napi szinten 40-50 családról gondoskodik a Máltai Szeretetszolgálat pécsi csoportja. Online tanulhatják az anyáknapi verseket a Bimbó utcai óvoda óvodásai. A járványhelyzet miatt a gyerekek nem tudnak az óvodában készülni az ünnepre, ezért az óvoda pedagógusok egy csaknem negyedórás videót készítettek és osztottak meg az interneten. A videó segítségével a gyerekek otthon édesapjukkal, testvérükkel tanulhatják meg az anyáknapi köszöntőket. Fontos a gyerekeknek az érzelmi nevelése. Az elsődleges nevelést a család adja, mi ezt kiegészítjük. Úgy gondoltuk, hogy az anyáknapja egy nagyon-nagyon jó lehetőség és nagyon-nagyon jó alkalom erre, hogy segítséget nyújtsunk a gyermekeknek, illetve az apukáknak, a nagytesóknak azzal, hogy hogyan tudnak anyák napjára készülni. A videót készítő Tóth Eleonóra elmondta, több visszajelzés is érkezett már a szülőktől, nagyszülőktől, mindannyian köszönetet mondtak az online anyagért. Nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, nagyon elégedettek a szülők, nagyon hálásak azért, hogy segítünk nekik,
hogy ebben a nehéz időszakban otthon ezért feltalálják magukat. Nyilván tudnak a gyerekeikkel foglalkozni, de mégis könnyebbség, hogyha kapnak ötleteket, és nagyon hálásak érte. Az óvoda több hasonló videó segédanyag készítését tervezi. Legközelebb a közlekedési eszközökkel, majd az erdőmező növényeivel, állataival ismertetik meg az ovisokat. Az a jó. Négy nap alatt csaknem 4700-an látták Haller Szabolcs Silence of Pécs című kisfilmjét. A fekete-fehér képeken az elnéptelenedett várost láthatjuk. A jellegzetes tereket, utcákat, városrészeket nem töltik meg az emberek és a járművek. A fotográfust már régóta foglalkoztatta egy nem szokványos város bemutató film készítésének gondolata, amely a jelenlegi helyzetben tökéletesen megvalósult. Nagyon régóta visszatérő gondolat az, hogy Pécs csak valamit, ami emlékezetes és szép, és így sosem volt ötletem, hogy mit csináljuk, és szerencsére ez a helyzet most adta magát, hogy egy egyedi felvételt készítsek Pécsről, ami talán emlékezetes mindenkinek, aki valamilyen kötődéssel a városhoz kapcsolódik, vagy szereti ezt a várost, hogy valaha itt járt, vagy itt élt, vagy itt született, vagy éppen ide tart az élete. És hogy tulajdonképpen csak valami szépet szerettem volna, ami maradandó, és az ember gyönyörködhet a városba. A felvételek két vasárnap délelőtt drónnal készültek. A mintegy 3 órás forgatás időzítése kiválóra sikerült. Az emberi jelenlét nélküli város az épített környezet lett a film főszereplője, pont úgy, ahogy a rendező elképzelte. Egy olyan statikus szépséget szerettem volna bemutatni a városról, amihez nem szükséges ember. Tehát, hogy a videót nézve inkább az lenne a fontos, vagy számomra az lenne a cél, hogy aki látja ezt a videót, az inkább csak gyönyörködjön és el tudjon gondolkodni azon, hogy mi az a környezet, ami őt körülveszi, és mi az a hely, ahol ő él. A kisfilmen olyan perspektívából tárul a néző elé a város, ahogy a mindennapokban nem látható. A mozgás és az emberi tevékenység nélküli felvételeket nézve lehetőség nyílik olyan helyszínek, részletek, arányok felfedezésére, amelyek egy átlagos hétköznapon nem tűnnének föl. A Silence of Pécsben egy időtlen, statikus oldalát mutatja meg a város, amely legalább annyira értékes és szerethető, mint a fesztiváloktól, járókelőktől hangos Pécs. Hatalmas az érdeklődés Mihelis Norbert e-autóversenye iránt. A túraautó világbajnokság tavalyi győztese április elején közösségi oldalán jelentette be, hogy virtuális bajnokságot indít. A Hungaroring e-sport április 13-án kezdődött több mint 3000 indulóval. A versenyzőket időmérő futamok alapján rangsorolják, a 24 leggyorsabb pilóta kerül be az április 30-án kezdődő fináléba. A döntőbe jutott versenyzők teljesítményét szakmai zsűri értékeli, közülük választják ki a győztest. Az online bajnokság fődíja egy teljes idényre szóló versenyzési lehetőség egy magyar vagy nemzetközi autós gyorsasági bajnokságban. A pár nap múlva startoló döntőt élőben magyar kommentárral közvetítik Mihelis csapata az M1RA közösségi oldalán. Főpíreink még egyszer néhány mondatban. Összefogás az állatokért, számos adományt és pénzbeli felajánlást kapott a pécsi állatkert. Ebédet főz és szállít a máltai szeretett szolgálat. Naponta csak nem 50 családnak visznek meleg ételt a segítők. Silence of Pécs, a város időtlen, embertől független szépségét mutatja be a pécsi fotográfus fekete-fehér kisfilmje. Kedden késő este felhős lesz az ég városunkban, a levegő 17-18 fokig hűl le. Szerdán borult égboltra ébredhetünk, a hőmérséklet 12 fok körül alakul. Napközben egy hideg front hatására túlnyomóan borult lesz az ég, többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. A nyugati-délnyugati szél megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra!